mai utolsó kerekasztal beszélgetésünk következik. Én úgy illik, hogy akkor bemutatkozzak. Én Horváth Tamás vagyok, a Magyar Jelen főszerkesztője, és hát bemutatom a két vendéget, beszélgető partnert, Tóth Máté energiajogászt, a Fordulat című könyv szerzőjét, és Novák Előd országgyűlési képviselőt, a Mi Hazánk alelnökét. A témánk, ugye, ahogy a programban is olvasható, az Európai Unió lesz, veszélyek és lehetőségek az EU-n belül és kívül. Úgyhogy vágjunk is a közepébe. Megéri, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak? Hát az, hogy nettó ráfizetők vagyunk, azt szerintem már most is kimondhatjuk, tisztelt hölgyek és urak. Szeretettel köszöntök mindenkit, és talán legyen ez a jelszó, ha csak nem az, hogy tagok legyünk, vagy szabadok, hiszen nehéz forintosítani mindazt a kárt, amit az Európai Unió okoz, akár a nemzeti önrendelkezésünk felszámolásával. Itt a Magyarok Országos Gyűlésén tavaly Schiffer Andrással volt egy kerekasztal beszélgetésem, vagy vitám. Hát baloldalisága ellenére elég sok mindenben egyetértünk. Például abban is, amit néhány hete nyilatkozott az Európai Unióval kapcsolatban Schiffer András, hogy ne fizessünk úgymond tagdíjat, 700 milliárd forint körüli pénzösszegről beszélünk évente, ne fizessük ezt be az Európai Uniónak addig, amíg a nekünk jogosan járó támogatásokat nem fizeti ki az Unió. És hát ezzel olyannyira egyet értek, hogy be is nyújtottam ezt egyébként még néhány hónapja a költségvetés vitája során. Sajnos a kormánypárti többség ezt még leszavazta, pedig szerintem egyébként még nemzetközi szinten is megkönnyíteni a kormány tárgyalásait, ha azt mondaná, hogy itt a magyar emberek által megszavazott képviselők ilyen keretek közé állítják, szorítják a magyar kormányt, hogy már pedig addig nem vagyunk most már hajlandóak fizetni, amíg ez egyoldalú, ez a befizetés. Tehát nem lehet még arról a bizonyos nettó támogatotti mi voltunkról sem beszélni, ha mindent tisztán, pusztán forintosítanánk, és csak a forintokat, vagy az eurókat, hát egyesek a dollárokat számlálgatják, ugyebár, ha itt a korrupcióra gondolunk minden esetre, nem lehet mindent szerintem forintosítani. De amennyiben mégis, akkor azért ki kell mondani azt, amit Thomas Piketty, a híres francia sztár közgazdász számolt ki, ugye, hogy megint egy baloldali politikust vagy közszereplőt említsek. Ő azt mondta, hogy Magyarországról több pénzt visznek ki a multinacionális cégek, mint amennyi uniós támogatásként ide bejön. És ugye ezt a magyar kimutatások is alátámasztják, ugye, hogy a GDP 4%-át adják az EU-s támogatások, de körülbelül 7%-át viszik ki a nyugati cégek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ami még pusztán forintként ide jön, azt is meghatározott célokra lehet csak fordítani, ugye különböző térkövezésekre, másfél méter magas kilátóra is még sorolhatnánk az abszurditásokat. Minden esetre nem a nemzetstratégiailag fontos ágazatokra, nem igazi érdemi munkahelyteremtésre. Éppen ezért én nem szeretem, hogyha pusztán azt vizsgáljuk, hogy anyagilag megéri-e, hiszen nagyon sok olyan kérdés van, amit ráadásul nem is lehet forintokba kifejezni. És hát nagyon örülök egyébként, hogy Tóth Máté vállalta ezt a vitát, hiszen, vagy kerekasztal beszélgetés, szintén talán inkább erről kell beszélni, hiszen a közös értékrendünk talán a mélyi ifjúsági tagozatában gyökerezik, ahol ő elnökségi tag volt néhány évvel azután, hogy én a mélyi ifjúsági tagozat elnöke voltam, úgyhogy ugyanabban a hajóban neveztünk. A nemzetépítő állam gondolata mindannyiunkat megfogott Csurka István politizálása idején, és sokan ott szocializálódtunk, és azt gondolom, hogy a mai napig a Magyarok Országos Gyűlésén is, akik összejönnek egyfajta ilyen harmadik utas filozófiát, nemzetpolitikát képviselve, a jobb és baloldaliságon már felülemelkedve, egy olyan nemzetstratégiát szeretnénk, ami a magyar érdekeket szolgálja, és ami a magyar önrendelkezést mozdítja előre. Sajnos európai szinten nem ezt látjuk, hiszen a nemzetek Európája helyébe sokkal inkább egy Európai Egyesült Államokat hoznak. Legfőképp annak a lisszaboni szerződésnek a keretében, amit ugye 2007. decemberében szavaztak meg olvasatlanul, sajnos bal és jobboldali képviselők egyaránt. Talán itt indult el leginkább az Európai Unió egy gazdasági együttműködés irányából, egy nyíltan az Európai Egyesült Államok irányába sajnos. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a kérdés az erős, rögtön immediate rész, megéri-e az EU-ban lenni. Azt gondolom, hogy
Már most úgy tűnik, hogy nem lesz itt a klasszikus értelemben vett vita, már ahol szemben állnak a felek, tehát sokkal több érdek és értékegyezés lesz itt, ami nem baj szerintem. Moderáltam én olyan vitát, atomenergia versus megújuló, ahol éppen csak bicskázásig nem mentek el az indulatok. Itt viszont konstruktívan össze tudjuk tenni az érveinket. Úgyhogy rögtön ilyen módon is kapcsolódnék az elhangzottakhoz három addicionális ponttal. Az egyik az, hogy valóban az Európai Unió egy gazdasági együttműködésnek indult, legalábbis ugye mindenkivel eszítették el eredetileg. Most már azért ide inkább azt érezzük, hogy ugye nem ezt a lovat akartam, hogy mintha már ez az Európai Unió kicsit túlnőtte volna ezeket a kereteket. Ez igaz jogilag is, hogy a szuverenitásunkból csipkednek, erre majd szerintem érdemes külön is kitérni, mert ez most egy nagyon akut történetté vált, de ideológiailag is. Tehát amit az Európai Unió csinál, az egyértelműen egy világnézeti konstrukciónak a ráerőltetése mindenkire, válogatás nélkül, és igazából mi, akik mondjuk az európai értékeket nemzeti gondolkodásuként abban az értelemben magunkénak valljuk, az igazi értékekre gondolok, az európai kultúra nagyjait, az európai gondolkodásnak azt az ezer éves útját, amire ugye Magyarország is nyilván rácsatlakozott. Mi értetlenül nézzük, hogy egyáltalán mi az európai, jelenleg az Európai Unióban. Mert amikor az LMBTQ jogokról van szó, amikor Amerika globális gazdasági érdekeinek a szolgai végrehajtásáról van szó, a nemzeti tagállami érdekekkel szembe is, ennek látványos terület egyébként pont az energetika, akkor az ember azért elgondolkodik, hogy tényleg nem ezt a lovat akartam, hogy nem erről volt szó az Európai Unió, egy látványos politikai irányt vett, aminek látványos területévé vált az is, és ezt nagyon sokan megerősítették a kulisszák mögött, akik a mostani magyar diplomáciába, külpolitikába aktív tárgyalófelek az Európai Unióval. Valóban világnézeti ideológiai okokból, tehát például a magyar gyerekvédelmi törvény okán is tartják vissza Magyarországtól a forrásokat. Tehát onnantól, amikor világnézeti preferenciák írják felül azt az érdekközösséget, amiről eredetileg szó volt, akkor az embernek legalábbis jogászként megfordul a fejében az a klasszikus szavatossági igény, hogy amikor nem alkalmas arra az a berendezési tárgy, amire vettem, az az Európai Unió, amiben így vagy úgy, de beléptünk, akkor valóban felmerül a kérdés, hogy nem-e kellene ezt valamilyen módon reparálni. A másik szempont az, hogy rögtön a forrás oldal. Ugye mindig az volt az érv az Európai Unió mellett, a nagyon praktikus materiális érv, hogy de azért éri meg, mert viszont jön onnan a pénz. Ahogy ugye alelnök úr helyesen elmondta, az előbb ugye most már nettó befizető pozíciót kóstolgatunk, és két nagy forrás megvonás is egyszerre párhuzamosan ugye Magyarországgal szemben élesedett. Az egyik ugye a rezilencia, a helyreállítási alapnak a forrásait vonták meg. Olyan fontos forrásokat vontak meg, csak hogy érezzük a súlyát, aminek a két évvel ezelőtt leadott helyreállítási tervek alapján, ugye ez a Covid utáni helyreállításnak az időszaka, már rég minden euró centnek meg lenne a helye, és ilyen helyeken, mint a megújuló energia átállás, energiahatékonysági programok, kórházfejlesztések, tehát pont olyan témák, amiben azt hiszem osztozunk közös nevező, hogy nagyon fontos területek lennének. Nem jön a pénz politikai okokból, sőt itt ugye azt látjuk, hogy az eredeti 7 kondícióból, amikor teljesített Magyarország, hirtelen lett 14, ez olyan, mint egy népmese, amiből ugye nem tudsz kikeveredni, hogy a vitéz a próbatételen túljutott, na ott van még egy próbatétel, meg ott van még egy, sose lesz ennek vége. Tehát mint hogyha megdőlni látszom ez is, ez a nagyon materiális érv, hogy de a pénz az jön, nem jön. Ugye a másik meg a horizontális feltételek, ugye Magyarország ellen egy jogállamisági eljárás indult, ott is azt látjuk, hogy mert az igazságszolgáltatás is újra gombolta Magyarország, megjegyzem őszintén, volt is rajta mit, sőt még lenne is, tehát nem is biztos, hogy abban az irányban, mint az EU várja el, de hogy van ott feladat, tehát nagyon sok mindent megtett Magyarország, és mégse jön a forrás. Látjuk, hogy egyébként a lengyeleknél is ugyanezt a játékot eljátsza az EU, miközben számolatlanul megy Ukrajnába a támogatás, addig a tagállamoknak, minthogyha nem akaródzana jönni, ami jogszerűen járna, és ez egy kulcsmondat. Tehát ami eleget teszünk a feltételeknek egy EU-s támogatási keretrendszerben, akkor azt nem lehet politikai okból felülírni, mert hogy egy fontos aggály lesz, ez ugye a jogállamisági, jogbiztonsági aggály, mert hogyha valaki nem tartja be azokat a feltételeket, amiket ő maga szabott, hanem mégis új feltételeket szab, akkor ott bizony, na ez az igazi jogállamisági, jogbiztonsági aggály. A harmadik pedig csak egy praktikus dolgot tennék még ehhez hozzá, aztán úgyis vonjuk tovább a beszélgetést, az, hogy
Hát én 20 éve vagyok jogász. Nagyon nagy harcokat vívtunk az Európai Unióval, olyan területen is, ahol az EU nagyon elkötelezett, például a versenyjog vagy a tiltott állami támogatások gyakorlata tekintetében. Magyarországon például 2008-ban a feje tetejére állította a teljes itteni villamosenergia értékesítési láncot, kimondva egy borongós, kicsit ködös nyári reggelen, június 4-én, Trianonnak egyébként az évfordulója, akinek érzéke van hozzá 2008-ban, hogy a magyarországi nagykereskedő MVM-nek, a 7 nagy magyarországi erőművel, ez mind az összes nagy erőművünket jelenti, még 10 évvel korábban megkötött hosszú távú villanyvásárlási szerződései, mindegy, hogy miért, ellentétes az EU jogával, meg kell szüntetni. Na gyakorlatilag egész nagy erőművek mentek csődbe, a Dunamenti erőmű, ami előtte 240 millió dollárból egy adott blokknak a felújítását végezte el, egy év múlva már csak egy dollárt ért, annyiért adták el, tehát ilyen eredményeket hozott az Európai Uniónak egy ilyen tolvonással meghozott döntése. De ez a nagyon szigorú rezsim, aminek akkor például Magyarországon, például a teljes villanyszektor áldozatául esett, mert itt szigorú elvek vannak, ez a teljes tiltott állami támogatási versenyjogi rezsim az EU-nak, ez olyan fordulatot vett, hogy majdnem egy hónappal ezelőtt felröbbent a hír, hogy egy amerikai politikus nőt akartak kinevezni annak a versenyhatóságnak, tehát ennek az élethalál ura EU-s intézménynek az élére, ami többek közt ilyenekről dönt, hogy egy egész országnak a teljes villamosenergia ellátási rendszere, az fennmaradhat-e vagy nem. Egy amerikai politikus. Érezzük ennek a súlyát, hogy hol tart vajon az Európai Unió, egyrészt a saját szavahihetőségében, másrészt meg a szakmaiságban, ugye ez is egy mondás szokott lenni, hogy de az Európai Unió ez egy hatékony bürokratikus gépezet, aki csak szakmai alapon működik. Vajon ebből mennyi igaz akkor, amikor már annyira se ad a látszatra az Európai Unió a saját önállóságának a látszatára, hogy mondjuk európai szakemberekkel töltse fel a saját csúcshatóságait, amikor már amerikai politikus asszonyt akarnak beültetni a legfontosabb pozícióba, akkor azért érezzük a súlyát, hogy minthogyha nem is apró, hanem nagyon jelentős hangsúlyeltolódásokon menne keresztül az Európai Unió, aminek most már mi is 15 éve tagjai vagyunk. Ez a három kiinduló hozzáadott pontom lenne. Ugye Máté említette, hogy az EU-s belső jogrendszer szerint is jogszerűtlen az, hogy nem kapjuk meg a nekünk járó forrásokat. Előhöz fordulok, aki politikus. Egy politikus mit tud tenni azért, hogy kierőszakolja ezeket a forrásokat, vagy milyen más alternatívák vannak esetleg az Európai Unión kívül? A kettő szorosan összefügg, hiszen hogyha alternatívát mutatunk föl, akkor Magyarország tárgyalási pozíciói is erősödnek. Tehát képzeljük el, hogyha mondjuk már a korábbi viták során is lett volna egy olyan európai parlamenti képviselő, mint mondjuk Torockai László, aki felállt volna ezeknél a vitáknál az Európai Parlamentben, amikor ott próbálták mondjuk Orbán Viktor pelengére állítani, és azt mondta volna, hogy miniszterelnök úr, nem kell itt ezekkel vitatkozni, ki is lehet lépni az Európai Unióból, van erre példa, van élet az Európai Unión kívül, én inkább azt mondanám egyébként, hogy van élet az EU után is, és leginkább az Unió utáni életre kell felkészülni, hiszen nagyon váratlanul szűnhet meg ez az Európai Unió, és a felelős politika az, hogyha van arra forgatókönyvünk. A Szovjetunió felbomlására senki sem gondolt még a 80-as évek végén, derültékből villámcsapásként jött. Az Európai Unió vége ennél sokkal inkább kiszámítható, rengeteg feszültségtől terhelt, és nemzetközi feszültségektől, gondoljuk akár az előbb említett amerikai érdekek kiszolgálására, aminek alávetik az egész Európai Unió fejlődését is. Tehát nagyon sok feszültség miatt az Európai Unió vége fenyeget. Eleve ez a bürokratikus működés is nagyon nehezen tartható fönt, hogy az Európai Bizottság és a Parlament között is rengeteg rivalizálás van, átfedés, hatásköri párhuzamosságok, rendkívül bürokratikus. És ez nem csak, hogy költséges, és a korrupciót növeli, vagy akár a legalizált korrupciót, a legalizált politikus bűnözést, gondoljunk akár azokra az elképesztő méretű számokra, hogy valahova ki is írtam, 15 ezer regisztrált lobbista van, akik Brüsszelben dolgoznak, ugye ezek jellemzően az ipari terület lobbistái, és ugye mindent szabályoznak az Európai Unión keresztül, most már tényleg a belügyeinkbe beavatkozva, mennyi tücsköt és bogarat kell az élelmiszereinkbe keverni, és sorolhatnánk azokat, amik elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió mondja meg, hogy hogyan kell Magyarországon élni. Tehát ez már rég nem egy gazdasági együttműködés.
Tehát úgy lehet a nekünk járó forrásokhoz egyrészt hozzájutni, hogyha keményen az asztalra csapunk, és megmondjuk, hogy akkor mi sem fizetünk. Tehát egyrészt a sarkunkra kell állni, nem itthon óriás plakátokon kell hadat üzenni Brüsszelnek, hanem a diplomácia terén. Viszont sokszor diplomáciai fegyverletételt látunk a nemzetközi politikában is sajnos. Például Románia feltétel nélküli EU csatlakozása egy nagyon fájó pont volt ugye a nemzeti tábor számára, hiszen Orbán Viktor 2004 nyarán gyönyörűen, szívbe markolóan mondta el, hogy nem lehet addig támogatni Románia EU-s csatlakozását, amíg nem biztosítja az alapvető emberi, kisebbségi, nemzetiségi jogokat, amiket még egyébként a trianoni békeszerződés is előírna az elcsatolt magyarságnak. És eltelt egy év, eljött 2005. szeptember 26-a, amikor Románia feltétel nélküli uniós csatlakozása kapcsán nem akadt egyetlen egy képviselője a Fidesznek sem, aki nem elszavazott volna, pedig emlékszünk még a híres demokrata címlapra, ugye vétószóval Bencsik András hirdette, hogy egy ócska nemzetáruló, aki nem fog a vétó eszközével élni, amikor lehet. Tehát én azt gondolom, hogy rá kell kényszerítsük a kormányzatot is, a politikát is, a magyar politikát, hogy lépjen fel, akár mutogasson, ha kell az itteni hazai nemzeti ellenzékre, a Mi Hazánk mozgalomra, vállaljuk ezt a szerepet. Ugye ezzel is indítottam, hogyha lenne például Brüsszelben egy olyan európai parlamenti képviselő, akkor ilyenkor felszólalna, akkor mindjárt látszana, hogy jobban teszi Brüsszel, ha megállapodik a jelenlegi kormányzattal, mint hogyha jön majd mondjuk a Mi Hazánk mozgalom, amely valóban az unió utáni, vagy az unión kívüli élettel. Kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodásokat, államközi szerződéseket természetesen lehet kötni, sőt, talán sokkal jobban lehetne kötni az unión kívül. Tehát, hogy milyen vámbevételektől esünk el, és nem akarok megint visszamenni ehhez, hogy nettó ráfizetők vagyunk, vagy még hivatalosan nettó támogatottak valóban, ahogy mondtam, talán csak kóstolgatjuk ezt a területet. De várhatóan egyébként olyan 2028-tól talán nettó befizetők is leszünk, ahogy csökkennek a kohéziós források például. Tehát föl kell készülni, és lenne lehetőség, gondoljunk csak arra, hogy például az Oroszországgal szembeni, én inkább azt mondanám, hogy leginkább mondjuk a magyar gazdaságot sújtó embargók milyen elképesztő károkat okoznak a magyar nemzetgazdaságnak, élelmiszeriparnak is sorolhatnánk. Hogyha nem kötnének minket az ilyen nyugati, amerikai érdekek, uniós diktátumok, akkor sokkal gyümölcsözőbb gazdasági együttműködési megállapodásokat lehetne kötni. És ami pedig mondjuk az uniónak az ilyen-olyan előnyeit illeti, mert azért természetesen ilyenek is vannak, vagy legalábbis főleg ilyeneket is ígértek mondjuk az EU csatlakozásnál, mondjuk nemzetpolitika terén ugye a határok átjárhatóságát ígérték mondjuk a szomszédos elcsatolt területek felé. Most ehhez képest Románia esetében például ugyanúgy működik a schengeni határ, ugyanazt a procedurát kell tulajdonképpen elszenvedjük, mint 20 évvel ezelőtt, tehát semmi nem változott, annak ellenére, hogy 10 éve már tulajdonképpen teljesítették a schengeni követelményeket, de Ausztria politikai okok miatt blokkolja ezt, tehát nem működik az Európai Uniónak, még ezek az alapvívmányai sem, mint amilyen például a határok átjárhatósága. Természetesen kétoldalú együttműködési megállapodásokkal, határátkelők nyitásával és egyebekkel lehet egyébként is segíteni azt, hogy átjárhatóbbak legyenek a határok, de nem látom azt a nemzetpolitikai előnyt például ezen a téren sem, gazdasági téren meg pláne nem. Ezért rá kell világítsunk arra, hogy korrupció igenis elképesztő mértékben jelen van az Európai Unióban. Ugye önmagában a Világgazdasági Fórum is még úgy becsülte, hogy 120 milliárd eurót nyel erre. Ez mondjuk egy 2009-es adat, azóta csak fokozódhatott, de akkor volt egy ilyen beismerés, hogy még maga a Világgazdasági Fórum is azt mondta, hogy évente 120 milliárd eurót nyel el az Európai Unióban a korrupció. És hát azóta ugye láthattuk, a csúcs példája talán ugye az volt, amikor Ursula von der Leyen EU bizottsági elnök tulajdonképpen SMS-ben rendelt meg barátjától, a Pfizer vezértől egy több 10 milliárd eurós vakcina üzletet 2022-ben. Egyébként a Covid is, bármit gondolunk erről az egészről, azért azt bebizonyította, hogy az Európai Unió szinte nem lehet ezt kezelni. A korrupciót persze lehet csúcsra járatni, ugye, mint mondjuk ez a beszerzés is mutatta, de ha valami történhetett, az nemzetállamok szintjén történhetett. És ezt mondom most úgy, aki adott nemzetállami intézkedésekkel sem volt, amíg ezzel elégedett, mert azt is inkább a Covid diktatúra keretébe sorolom. Minden esetre a nemzetek felszámolása, akár a WHO most kísértő pandémia szerződésével ugye ismét a nemzeti önrendelkezés számolja föl, de az Európai Uniónak is sorra ezeket az intézkedéseit látjuk. Ezért a felelős politika az, hogy a forgatókönyvet készít
az Európai Unió kívüli és utáni életre is. Mint ahogy ti is elmondtátok, ugye a legfőbb érv az Európai Unió mellett az uniós források, amik most egyébként nem is érkeznek. Máté, te ugye közgazdász is vagy, hogyha jól tudom. Az EU-n kívüli vagy az EU utáni világban milyen gazdasági vonzatai lennének Magyarországra nézve? Valóban nagyon fontos erről beszélni, méghozzá azért én is mondok néhány számot, mert egyáltalán nem biztos, hogy aki az Európai Unióra teszi tétrehelyre, befutóra a pénzét, azon feltétlenül olyan látványosan jól járna. 2008-ban az Egyesült Államok és az Európai Unió országai azok fejfej mellett álltak a világ fogyasztási kiadásainak a teljesre, a nagy totálra vetített arányában. 25% volt az Európai Unió, 25% az Egyesült Államok. Eltelt 15 év, jelenleg az Európai Unió 18%, tehát 25-ről 18% lett, az Egyesült Államok 28%. Tehát szétnyílt a fogyasztás aránya, az egy nagyon fontos mérce, ugye a jólétnek az egy fontos mércéje, szétnyílt az Európai Unió és az amerikai közötti pozíció. Még látványosabb a produktivitásbeli eltérés. Szintén 2008-ban, 2008-hoz képest az Európai Unió gazdasági eredményessége 6%-kal növekedett, 6%-kal, az Egyesült Államoknak 82-vel. Tehát minthogyha az Egyesült Államok maga alá gyűlné az Európai Uniót, és az Európai Uniónak a legutóbbi egy évben pedig még látványosabban a saját érdekein kívüli érdekek váltak fontosakká, ugye ilyen Oroszország mindenáron történő megbüntetése, aminek a saját ellátásbiztonságát, az iparának a nyersanyaggal való ellátását, az energiaellátását is látványosan alárendelte. Nagyon impozáns példa, hogy azok az orosz földgáz ellátást felmondó országok, akik most az Egyesült Államoktól vásárolnak cseh folyos földgázt, LNG-t, ezeket 4-5-szörös áron szerzik be, és hogy nem diverzifikáció történt az Európai Unióban, hanem tényleg egy szolgai alárendelődés az Egyesült Államoknak, az mi sem mutatja jobban, mint hogy például Lengyelország, aki orosz gázfüggésben volt, teljes egészében ugyanezt a gázfüggést felváltotta amerikai gázfüggéssel. Tehát nem az lett, hogy most több lábra állt, ugyanolyan függésben van, csak drágában. Szintén nagy tanulság, hogy ráadásul bizonytalanabbá is váltak ezek az ellátási útvonalak, és ezt is Európa saját kárára hozta. Olyan, nem akarok jogászkodni, de free on board típusú szerződésekkel szállítják például most a cseh folyós földgázt a tengeren, ami nem olyan, mint az orosz gáz volt, hogy az oroszok megnyitották valahol Szibériába a csapot, és akkor jött a gáz, hanem elindulnak a tankerhajók mondjuk London kikötői felé, vagy spanyol kikötők felé, és hogyha hirtelen a kínaiak többet ígérnek, akkor azok a hajók tovább mennek. Tehát ilyen irányba kormányozta bele magát az Európai Unió, és az elmúlt egy évben ez annyira látványossá vált, hogy az Egyesült Államok elfogadta az antiinflációs törvényét, amivel egész iparágakat csalogat át Európából az Egyesült Államokba. Azokat az iparágakat, amikben számolatlanul öntötte az Európai Unió a pénzt, ugye az elektrifikációval összefüggő iparágak, félvezetők, költöznek át. Statisztika, friss adatok, Németországban a még ott lévő működő cégek 50%-a komolyan gondolkozik és forgatókönyvvel rendelkezik arra, hogy máshol folytassa a termelést, az Egyesült Államokat jelent praktikusan. Tehát minthogyha az Európai Unión kívüli élet az kezdene fényesebb lenni, és akkor még mindig csak az Amerika és EU közötti aláfölé rendeltségi viszony meg a szétnyíló számokról beszéltem, akkor még nem volt szó arról egyébként, hogy milyen egyéb dimenziók vannak a világban ezen kívül is. Tehát nagyon fontos átrendeződések zajlanak. Látványos, hogy az Egyesült Államok nyer, és az Európai Unió veszít a versenyképességéből, tehát ez a számok nyelvén is igazolást nyert, és nagyon látványos területe ennek mindennek a leképeződése a jog, ahol ugye mit tud csinálni az Európai Unió, mint elnézést a kifejezésért, ha ilyen, de ugye ilyen leszarni lehet, felszarni, nem? Ugye az Egyesült Államoknak nem tud nagyon mit tenni, hát a nemzetállamoknak a szuverenitását nyírbálja, tehát most már ilyenek hangzanak el, hogy a külügyi kérdésekben elvennék az egyhangúságot, nehogy ilyen Magyarország-szerű kis országok esetleg beleköpjenek az atlantista levesbe. Ilyenekről
van szó, hogy ugye alárendelnék az európai ellátásnak a nemzetállami energiapolitikákat és a döntési pozíciókat is, tehát olyan módon csipegetik ráadásul a szuverenitását, a megmaradt nemzetállami szuverenitását a tagállamoknak, ami, hogyha ezekbe a számokba, a nemzetközi trendekbe, az Európai Unió versenyképességének a veszítésébe még ezt is beleveszem szempontként, akkor valóban nem biztos, hogy az a helyes és felelős magatartás, ami kizárólag az Európai Unióban és az Európai Unió örökké valóságában gondolkodva keresi Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar politika, a magyar külpolitikának a mozgásterét. Elég sok kritika elhangzott az Európai Unióval szemben tényekkel és adatokkal alátámasztva, úgyhogy ebből következik a kérdés, hogy mi hazánk kilépne az EU-ból? Köszönöm ezt a kérdést is. Egy népszavazást mindenképpen kellene tartani az EU csatlakozásról, egy mérleget mindenképpen kellene vonni. Sajnos nem látunk tisztán számokat illetően, ugye ködösítések vannak, néha elszólások vannak. Az előbb említett Thomas Piketty francia közgazdász után ugye Orbán Viktor is több kijelentést tett. Sőt, egyébként a német EU biztos is nyilatkozott korábban, és úgy fogalmazott, hogy gazdasági szempontból Németország nem nettó befizető, hanem nettó támogatott. Ugye ezt 2017-ben mondta. Tehát, hogyha figyelembe veszünk minden érdeket, és főleg a multinacionális cégek érdekeit, akkor azt látjuk, hogy az unión kívül valószínűleg jobb lenne. Ehhez először tisztán kellene látni, mérleget kellene vonni, nem csak a pénzügyi támogatásokra kiterjedően természetesen. Szót kell ejteni azért a protekcionizmus tilalmáról is, amivel ugye a hazai vállalkozások nagyon nagy hátrányba kerültek a tőkeerős multinacionális cégekhez képest. Egyébként Amerika tesz erre a protekcionizmus tilalmára ugye újabban, ő megteheti, hogy támogatja a hazai vállalatokat is egyébként. Sajnos a Covid lezárások idején nagyon sok hazai kisebb, közép vagy akár nagyvállalat is ment tökre, vagy vesztett piacot, hiszen nem voltak olyan tartalékai, hogy átvészeljék ezt az időszakot, és mindeközben a nemzetközi tőkeerős nagyvállalatok, amelyek nagyon komoly befolyással rendelkeznek, banki támogatással is, sokkal könnyebben vészelték át, vagy akár szereztek újabb piacokat, vásároltak fel akár vállalatokat. Egyébként nagy kérdés, hogy ez a következménye, vagy a célja volt a Covid lezárásoknak. Minden esetre elképesztő károkat okozott ugye az oktatás terén is. Most olvastuk ugye, hogy a nyolcadikosoknak mondjuk a 40%-a szövegértési problémákkal küzd, gyakorlatilag nem tudja, amit olvas. Tehát, hogy mihez ért, mihez nem ért, arról lehet beszélni, de minden tantárgyra igaz az, hogy mondjuk a 40%-a hiába olvassa, nem is érti, nem, hogy nem tudja az olvasás után természetesen. Tehát nagyon komoly károkat okozott nekünk gazdasági téren is, és átgyűrűzően ugye az egészségügyről is lehetne példákat mondani, mennyivel kevesebb rákos beteget diagnosztizáltak. Nyilván nem lett kevesebb a rákos megbetegedés, de kevesebbet vizsgáltak, hiszen csak a Covid jelszóval ugye mást nem is lehetett. Tehát éppen ezért nagyon komoly károk vannak az élet minden területén. Tehát mérleget kellene vonnunk, és utána az lenne korrekt, hogyha népszavazáson a magyar emberek dönthetnének. Lehet, hogy a mérlegvonás közben ez egy olyan tárgyalási alapot is jelentene a kormány számára az Európai Unióval szemben, amelynek köszönhetően jobb helyzetbe kerülne Magyarország. És nemrég volt egy vitám Zsigmond Barnával az Európai Uniós ügyekért most már felelős államtitkárral itt a közeli Szegedi Egyetem TV-ben, és hát ott azt láttam, hogy bár a kormány álláspontja is ugye, ahogy látjuk szavak szintjén az, hogy az Európai Unió milyen sok kárt okoz nekünk, mindig azzal kezdik, hogy de Magyarországnak csak az Európai Unióval belül van helye. Most, hogyha így mennek a tárgyaló asztalhoz, akkor ez egy veszett fejszénye lesz, esélytelen bármit elérni. Tehát igenis kell, hogy legyen forgatókönyvünk, kell, hogy legyen B-verziónk, és akkor lehet esetleg ezt az Európai Uniós együttműködést is más mederbe helyezni. Mi ezen is dolgozunk, a jövő évi európai parlamenti választásokra készülve, illetve már most annyi kulisszatitkot itt elárultok, akkor elsőként itt a Magyarok Országos Gyűlésén, hogy még most augusztusban lesz a Nemzetek Európája konferencia Budapesten, méghozzá Magyar Országházban, a világ legszebb parlamentjében. Ezt még a TripAdvisor szavazatai alapján is mondhatjuk, hogy nem csak szubjektív
büszkeségünk ez, a világ 10. legnépszerűbb turista látványossága Magyarországhoz. Na hát oda most nem csak turistákat, sőt ezen a napon nem turistákat fogunk várni, hanem például az AfD listavezetőjét, és sorolhatnánk még azokat a meghatározó politikusokat, harmadik utas politikusokat, hiszen hozzánk hasonlóan vannak Európa szinten is olyanok, akikkel azért tudunk dolgozni, egyelőre gondolkozni egy nemzetek Európájáért, és hogyha olyan felhatalmazást kapunk jövő év június 9-én, akkor szerintem az Európai Unió is elmozdulhat egy olyan irányba, ami a nemzetek és az itt élő európai nemzetek állampolgárainak érdekét is szolgálja. Ugye, mint már előbb is említette, európai parlamenti választások lesznek kevesebb, mint egy év múlva. Előtt kifejezte bizakodását, hogy egy pozitív fordulat következik be. Máté, te ezt hogy látod? Én azt gondolom, hogy az az alapvető kérdés, látva azokat a betegségeket, amivel az Európai Unió egyre látványosabban és egyre nehezebben birkózik meg, főleg a nemzetállamok érdeke szempontjából, hogy ez belülről orvosolható-e, reparálható-e, tehát valóban egy olyan fordulat várható-e, és az áttörés hozna-e, hogy belülről a nemzetállamok... Ugye eleve fontos tisztázni, hogy az Európai Unió legtöbb szerve azért eléggé távol elefántcsontoronyból szemléli az alatta samsaraként hömpölygő nemzetállami, társadalmi érdekeket, értékeket, távol vannak ettől, ugye nem az Európai Parlamentet, aminek olyan, amilyen a súlya, de azt kivéve, ugye nem választjuk közvetlenül ezeket az EU-s szerveket, úgyhogy ők viszonylag immunisak is arra, hogy egyébként mi a nemzetállamokban valódi mondjuk a közvélemény, de hogy ugye közvetve viszont a változó európai nemzetállami parlamenti összetételek, ezek elhozhatnak az Európai Parlamenti választásokon túl is egy olyan átalakulást, amivel ugye már finom hangolást kaphat az Európai Unió. Hogy ez megtörténik-e, megtörténhet-e, ehhez nyilván ez már kicsit érzelmi viszonylás kérdése, optimizmus, pessimizmus kérdése is. Most ugye pont azt látjuk, hogy Szlovákiában olyan ügyesen sikerült beavatkozni a választásokba 48 nappal a választások előtt, hogy a legesélyesebb, egyébként euroszkeptikus nemzeti erő, a Ficóék, amikről ugye nem feltétlen vagyunk mi személyesen jó véleménnyel, az ő ott az egyik legfontosabb, legbefolyásosabb politikus, ellen indult, letartóztatták konkrétan eljárás. Hát ez ugye elképesztő beavatkozás, ez majdnem olyan beavatkozás, mint az itteni választások előtt volt, amikor megjelentek ezek az amerikai dollárok és érdekeltségek és mozgalmára, Korányi Dávid, meg nem tudom milyen soha előtte nem hallott nevek bukkantak fel New Yorkból, és próbálták itt is ugye manipulálni a választásokat, hogy vajon mennyire tud tiszta maradni, a befolyás nélkül maradni a választás, hogy az AfD elhangzott, az AfD-t amennyire lehet ugye megpróbálja karanténba zárni a német és az európai média, hogy tudunk-e vajon ebbe bizakodni, vagy pedig, és akkor merül fel a kérdés, hogyha nem lehet belülről reparálni a történetet, például a lengyeleknél is, hogy most hogy dől el ugye a választásokon ki rúg labdába, az nagyba befolyásolja például az esélyét a nemzeti, az euroszkeptikus, azoknak az erőknek, akik esetleg jobb irányba terelhetnék belülről az EU-t. Akkor sajnos ugye a másik vonalon is mindenképpen érdemes elgondolkodni. Még egy szám, ugye az volt a mondás, hogy az európai szankciók Oroszországnak 20%-os gazdasági GDP csökkenést fog eredményezni. Nos, a 20%-ból lett tavaly évvégére 0,2 mínusz, és most plusz 2%-ban van az orosz gazdaság, miközben ez a gazdasági növekedés, ez 20-szorosa a németnek. Mostani statisztika a német gazdasági hivatal adta ki júniusban, a német gazdaság 1,5%-kal csökkent. Tehát olyan ijesztő jelek vannak már az EU termelékenysége, eredményessége kapcsán, amik miatt felértékelődik az, hogy lehet-e reparálni belül az Európai Uniót. Mert amíg minden jól megy, meg jólét van, addig az emberek lehetnek érzéketlenebbek azokra a stratégiai, nemzetstratégiai célokra, ami mondjuk nem a pénztárcájukra megy, nem a saját vállalkozásukra megy, de
amikor eljön ez az idő, ami most úgy látszik már Németországban is beköszönteni látszik, ami a zászlós hajója az európai gazdaságnak, hogy bizony már gazdasági csökkenésről beszélünk, az talán abba az irányba kell, hogy mozdítsa egyébként a mi egészséges kritikai érzékünket is, hogy itt azért le kell vonni ennek a tanúságait. Hogy valóban reparálható ez az EU-n belül, én némiképp szkeptikus vagyok, de nyilván a remény hal meg utoljára. Most az európai parlamenti választások nagyon fontosak lesznek a jövő évben, mert hogy mindenképpen irányt szabnak, többek közt annak a gondolkodásnak is, hogy az EU-n belül van-e értelme hosszú távú gondolkodásnak, mert hiszen kap egy helyesebb irányt, vagy pedig valóban érdemes az Európai Unión túl is gondolkodni. Ugye, mivel Magyarország, ahogy elhangzott, 2028-tól várhatóan minden mutató szerint is nettó eltartójává válik a befizetőjével az Európai Uniónak. Azt hiszem, hogy az egy, ahogy a szerződésekben szoktuk mondani, egy long stop date, az a objektív és legkésőbbi határidő, ameddig át kell gondolni, és ugye ezelőtt félúton lesz ez az európai parlamenti választás, az, hogy elhisszük-e, vagy reméljük-e, hogy az Európai Unió belülről kap egy olyan helyesebb irányt, ami kifele visz egyébként ebből a válságból. Amennyiben nem sikerül Máté szavaival élve reparálni az Európai Uniót, akkor milyen alternatív lehetőségek vannak, akár pán-európai szinten, vagy egész Eurázsiában? Jogos a kérdés, hiszen valóban a diplomácia érzékem azt mondta, hogy meg kell próbálni, de egyébként én sem hiszek benne. Sőt, egy kicsit úgy érzem, hogy a mindenkori kormányzat is, amikor arról beszél, hogy majd például a határvédelem költségeit várjuk az Európai Uniót, hogy megtérítsék, az egy kicsit olyan altatása a magyar embereknek, hiszen soha nem fogja azt az Európai Unió kifizetni. Tehát az ilyen konferenciák, amit például most az előbb említett Nemzetek Európája konferencia, amit Toroczkai László vezetésével szervezünk az országházba, ez azért nem csak azt szolgálja, hogy az Európai Unió belül próbáljunk valami más alternatívát, akár csak frakciót létrehozni, hanem azt is, hogy egy Európai Unió utáni élet során, vagy akár még azon belül, hogyan tudunk más szervezeti kereteket találni, tehát erre valóban föl kell készülni, és nagyon fontos az, hogyha bizonyos tabu témákat már fel tud vetni valaki az Európai Parlamentbe, akkor el tud indítani egy-egy folyamatot. Sokszor még olyan egyedül érezzük magunkat. Tehát például az EBSZ-nek a néhány fős magyar delegációjában kapott egy fővel Dúró Dóra is ugye helyet, és ő tulajdonképpen egyedül szavazott nemmel a záró nyilatkozatra, ami mindenféle elképesztően egyoldalú ukrán pártiságot, elképesztő LMBTQP propagandát támogat, és sorolhatnánk. Ugye látjuk azt, hogy amikor például föláll egy svájci delegáltot, és annyit kér pusztán, hogy a záró nyilatkozat ne legyen ellentétes az ő alkotmányukkal, amely előírja ugye, hogy nem támogathatnak más, pláne háborúban álló országot fegyverrel, akkor annyit kértek, hogy a záró nyilatkozatban az a mondat, hogy felszólít az EBSZ minden országot, hogy támogassák pénzzel, természeti úton és természetben és fegyverrel, akkor annyit kértek, hogy csak úgy változzon ez, hogy pénzzel természeti úton vagy fegyverrel, hogy ne legyen kötelező, de még ezt is leszavazták. És ugye hát a szolgalelkűségre, a nemzetközi politika megalkuvására is jellemző, hogy még ez a svájci delegát is, aki ugye szerényen felszólalt, és csak egy ennyi módosítást kért, hogy az és helyett legyen egy vagy, hogy ne legyen ellentétes a svájci alkotmány. Ennek ellenére ő is ugyebár megszavazta, hiszen ahogy említettem, a 3-400 fős EBSZ kongresszuson egyedüliként szavaztunk ellene. De mégis az, hogy elértük például ott, hogy nem egyhangú volt ennek az árunyilatkozatnak a megszavazása, ezek apró repedések, amit verünk tulajdonképpen ebbe a rendszerbe, és akkor, amikor a WHO legújabb pandémia szerződéssel ismét az önrendelkezésünk csorvítására törekszik, akkor, amikor az Európai Egyesült Államokkal szintén a Nemzetek Európájának üzennek adat, akkor nagyon fontosak ezek a szövetségek, hiszen valóban karanténba próbálják zárni és letéríteni az útról például az AfD-t is, ugye, és nyilvánvalóan nem teljes egyetértés ezekkel a szövetségeseinkkel sem, de meg kell találni azokat a közös célokat, mint például a migráció kérdése, hiszen ez egy olyan egész Európát fenyegető veszély, amivel kapcsolatban ugye Toroczkai Lászlónak személyes felelőssége és küldetés tudata is van. Nem véletlen, hogy ez az
Nemzetek Európája konferencia az országházi ülése után másnap itt a déli határon fogja Ásatalom térségében folytatni a munkáját és megtekinteni azt a kerítést, amit a nyugati szövetségeseink ugye ámulva figyelnek és példaként hoznak föl, hogy van olyan ország, amelyik szembe mer szállni, hadat mer üzenni a kontinens hódítókkal, és ugye Torockai László már az északi civilizáció megvédésének gondolatát már ugye régen felvetette, tehát valóban van feladatunk itt a Nemzetek Európája, sőt beleértve egyébként az oroszokkal való együttműködés helyreállításában is lehet feladatunk, szerepünk. Tehát helyre kell állítani ezt a békét, hiszen nagyon komoly károkat okoz, legfőképp az Európai Uniónak. Tehát nem járt rosszul Amerika, nem járt rosszul Kína, Oroszországon még vitatkoznak, bár egyre inkább úgy néz ki, hogy ők sem nagyon jártak rosszul. Az Európai Unió az viszont egészen biztosan rosszul járt, de ha a számadatokat nézzük, ezt talán Máté asztal, és nagyon örülök, hogy energiajogászként megteremtett egy ilyen új műfajt, vagy tudományágat, vagy érdekképviseleti területet, leginkább én ebben látom a hasznosságot, hiszen rá kell világítsunk, hogy nagyon komoly nemzetgazdasági károkat okoz, tehát valóban az alternatíva az fontos, és a jó példa is, és itt a migráció tekintetében még a jelenlegi kormányzat sem mer sajnos odáig elmenni, ameddig mi szeretnénk, mert nagyon örülünk, hogy még Ásatalom polgármestereként tette ugye Torockai László azt a javaslatot, hogy építsék meg a határkerítést, és nagyon örülünk, hogy ez végül is megvalósult, a kormány ezt megtette, de amíg például nem védik ezt, és csak visszakísérgetik a próbálkozókat, ugye visszataxizzák tulajdonképpen a rajtvonalra, és akárhányszor kísérletezhet, most már nem is igazoltatják, mert ciki lenne, hogy már 10-20-szor fölírtuk a nevét, már annyiszor próbálkozott, ugye a 21-re már valószínűleg sikerülni fog, tehát akkor meg viszont minek a kerítés, ha előbb-utóbb úgyis sikerül. Egy kicsit olyan politikai show-nak, politikai marketingnek, eszköznek, terméknek tűnik ez, mint amikor emlékszünk a budapesti Baross-téren, a keleti pályaudvaron feltorlaszolták a migránsokat, hogy legyenek jó sokan itt, és generálják a pánikot. Én azt gondolom, hogy ezt a problémát inkább megoldani kéne egyszer s mindenkorra. Tehát nem turnéztatni itt őket a határon, visszataxiztatni őket, hanem egy kellően elrettentő hatású pénzbírsággal, akár egy több ezer eurós helyszíni bírsággal, hiszen sokszor ott lakul a zsebükben, amit jellemzően embercsempésznél kötnének ki, azzal kellene őket tulajdonképpen csak megfenyegetni, mert ha elmenne a híre, hogy mi kvázi kiraboljuk innen a migránsokat, akkor azt gondolom messze elkerülnék ezt a határt, és hogyha erre a politikára, ezzel példát mutatva erre a politikára aztán lennének szövetségeseink Európa szinten, akkor van esélyünk megvédeni egész Európát. Sajnos lejárt az időnk, pedig erről a témáról még órákat lehetne beszélgetni. Tóth Máténak és Novák Előnek köszönöm szépen, hogy itt volt, illetve természetesen önöknek is és a Moidnak a lehetőséget. Köszönöm szépen.